Szóval, hogy szinte szimbolikus az, amit elmeséltél, hogy, hogy beverted a fejed a betonba. Ez olyan, hogy fejjel a falnak ember. Konkrétan. Fejjel a falnak. Amikor fejjel a falnak rohansz, utána tanulsz belőle? Vagy megismétled, mert nem tudsz, vagy nem akarsz uralkodni az ösztönös fellángolásokon? Eleinte én azt szeretném neked mondani, hogy tanulok belőle. És az a helyzet, hogy valamennyire tanulok belőle, és a valamennyire az egy gigantikus felkiáltója. Valamennyire? Mert, igen, ez mint a szaltó. Az bizonyos kettő nagyon fáj, amikor ezt elfelejtem és továbbhajtom. De ez azt jelenti, hogy folyamatosan akarod tágítani a határaidat? Nem. Dehogy is. Ha nem? Nem, egyszerűen nem foglalkozom a határaimmal. Tehát nem azért csinálom, hogy vajon képes vagyok-e még erre, meg erre, meg erre, hanem az van, hogy minél több dolgot szeretnék megcsinálni, és minél több dolgot szeretnék 100%-on csinálni. Tehát ez a fő probléma. Viszont, ha megengedsz, elmesélek egy történetet a mozgalommal kapcsolatban. Mert ugye itt most, igen, Noir mozgalommal kapcsolatban. Amit letekertél, tehát azért azt hiszem egy éve körülbelül, vagy? Fél éve, igen. Igen. Itt arról szól a történet, hogy én beleszállok a falba, és beleszállok a betonba. És a videóban, amikor bejelentettük a megállást, akkor azt mondtam, hogy mentálisan és fizikálisan történt egy olyan ügy, meg olyan ügyek, amelyek miatt meg kellett állni. És mivel erről nem nagyon beszéltünk, vagy nem kommunikáltam erről. Sem tudom, hogy ez miért történt. Igen, ez mindenki ugye csak így találgatott, hogy mi lehetett ennek az oka. Ennek több összetevője volt. Az egyik az, hogy volt egy zseniális munkatársam, egy 22 éves srác, és ő egy egészen lenyűgöző, hihetetlen tudású, kreativitású, tényleg egy varázslatos munkabírású és kreatív srác volt, és amikor ő bejött a mozgalomba, akkor egyszer csak a mozgalom így ment fölfelé, mind adományban, mind emberek elérésében, 16 országban szerveztünk, városban, most elárultad magad. Igen. Városban szerveztünk tüntetést, egészen elképesztő volt, és emlékszem, amikor leült velem szemben, egy alkalommal elsírta magát, és azt mondta nekem, hogy Áron, egy hónapja fogvédővel alszom, mert lecsikorgattam 3 millimétert a fogamból. Annyira kikészült. Igen. És mert olyan teher volt a vállán, mert nem találtunk egy éven keresztül se kommunikációst, mert egy éven keresztül nem találtunk se fundraisert, egyszerűen a döbbenetes mennyiségű támadás, amit kaptunk, a miattatlanabb támadások, és ott ült velem szemben egy egészen lenyűgöző srác, és azt éreztem, hogy én ezt nem magammal megtehetem, mert bár magammal sem szabad megtennem, de vele és a környezetemmel semmiképp nem tehetem meg. És ez volt az ő története. Arra is emlékszem, amikor az történt, hogy válasszunk témát, mivel foglalkozunk. Válasszuk-e azt a témát, hogy Iványi Gábort tök el akarják lehetetleníteni, ezt az embert, aki megállás nélkül harcol a hajléktalan emberekért és a lakhatási nehézséget küzdőkért. Foglalkozunk az ő témájukkal, foglalkozunk a diákokkal, akik egyébként most a rendőrségre járnak, mert kiálltak a szabad oktatásért, vagy foglalkozunk az egészségügy rohadásával. És most akkor döntsd el, hogy melyik témával foglalkozol, miközben azzal támadnak, hogy te élősködsz különböző témákon, és te pedig mindenedet, a lelkedet, a testedet, a mentális és fizikai egészségedet adod azért, hogy ezzel foglalkozz. Elment a csapat, kiválasztottuk a topikot, én mondtam, hogy mind a hárommal foglalkozunk. Természetesen mindenki elment, és 20 percen keresztül sírtam. És akkor mondtad, hogy elég? Igazából a munkatársam pillanatánál volt az, amikor azt mondtam, hogy megállunk. Megálltok. Igen, és ez azért fontos elmondani, mert ez az, szerintem ez az a határ, amit nem szabad átlépnünk. Ez a határ, ami bármennyire fontos nekünk az ország, bármennyire fontos az, hogy ez egy élhető és szabad társadalom legyen. Életbe kell maradni. Igen, pontosan.